Ma végső búcsút vettünk Ferenczi Attilától, de ez a videó nem egy kripto hangulatú beszámoló lesz. Ferenczi Attila Facebook oldalán, illetve családjának különböző social media platformjain megjelent egy úgynevezett meghívás a temetésre, amit ne úgy képzeljünk el, mint egy megszokott sírós-rívós temetést, hanem talán Attila szavaival élve egy baráti találkozónak szánta ezt az egészet. Aki ismerte őt, az szerintem tudja, hogy teljesen másképpen gondolkodott az élet különböző tevékenységeiről, mint mi, és Varga Zoli gondolatai vezényelték le az ő életét, miszerint a labdarúgás művészet, és aki nem így közelít hozzá, az alapvető tévedésben van. Van egy pár gondolatom a temetésével kapcsolatban, amit azért viszont nem tudok magamban tartani. Maga a búcsúztató, ha lehet ilyet mondani, elég bensőségesen sikeredett, az MTK képviselője nagyon szép szavakkal méltatta Attila életét és munkásságát. Ezzel nincs is semmi baj. Azt gondolom, hogy Attila munkásságához méltatlanul kevesen vettek részt, és például az MLS egyetlen hivatalos képviselője sem vett részt. Lehet, hogy ott voltak magánemberként, de azt gondolom, hogy Magyarország első számú labdarúgó szakírójának a temetése talán több figyelmet érdemelt volna a szakszövetség részéről. Csak egy pár nevet említek azok közül, akik megemlékeztek Attiláról, és tiszteletüket fejezték ki személyes megjelenésükkel. Szombati Pali újságíró, Nagy Tamás labdarúgedző, Sisa Tibor, aki a magyar utánpótlás vezetője volt valamikor, és nagyon sok mindenben egyetértettek Attilával, nagyon sok mindenben azonosulni tudtak a gondolataival. Azt gondolom, hogy Attila munkássága és maga személye is megérdemelt volna akár egy szép beszédet az MLS részéről, aminek tulajdonképpen a munkáját végezte el a saját maga eszközeivel. 21 néhány szakkönyvet alkotott, írt Attila élete folyamán, és azt gondolom, hogy a tanításait, amit például a Rosszinak a stábjában dolgozó magyar szakemberek igenis magukénak vallanak, az elgondolása a tradicionális magyar futballról és annak a modern korba való beültetéséről azt hiszem tudnának azok mesélni, akik olvasták a szakkönyveit és megismertették mondjuk Rosszival is Attilának a munkásságát. Meg kell, hogy mondjam, fel vagyok háborodva azon, hogy tulajdonképpen az MLS weboldalán annyit nem érdemelt meg az Attila, hogy egy fényképet kiraktak volna róla, vagy megemlítették volna, hogy azok a szurkolók, szakvezetők, vagy akárki, aki szerette, vagy hallott róla, vagy csak egyáltalán a tiszteletét szerette volna kifejezni, mikor és hol búcsúzhat el Ferenczi Attilától. Lehet, hogy most sokan azt gondolják, hogy túl nagy feleket kerítek ennek az egésznek, de azt gondolom, hogy az MLS, hogy úgy mondjam, nem bánik méltóan azokkal, akik az ő munkájukat helyettük elvégzik. Vannak így egy páran, távoztak így is egy páran, akikről talán a közvélemény nem is tud, és csak teli szájjal szídja azt a magyar labdarúgást, ami nem azt teszi, nem a saját maga útját járja, hanem adhok jelleggel váltogatja a szakmai irányvonalait. Attila híres szófordulatainak az egyike az, amikor azt mondja, hogy maga a helyzet is komikus, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség, aki lépten nyomon azt hangoztatja, hogy a tudás hiányzik a magyar labdarúgásból, pont arról nem emlékezik meg, aki igyekezett ez ellen tenni. Amikor Verebes Józsefet életében csak gúnyolták, vicc tárgyává tették, tulajdonképpen egy mémgyárat készítettek belőle, halálakor hirtelen mindenki nekiállt sajnálkozni, hogy micsoda veszteség érte a magyar labdarúgást. Ferenczi Attilánál eljutottunk odáig, hogy most már nem is sajnálkoznak. A család nem kért meg senkit arra, hogy ezekre a méltánytalanságokra fölhívjuk a figyelmet, de egyszerűen, mivel elég közel álltam Attilához, nagyon rosszul vette volna ki magát, ha legalább én nem emelek szót emellett. Persze az én szavam is elszáll a szélben, alig van pár száz, pár ezer nézőnk, és tulajdonképpen elmondhatom, hogy a kutyát nem érdekli, hogy én, illetve a hozzám hasonlók miről beszélnek. Attila egész életében egy szélmalom harcot folytatott a magyar labdarúgás mindenkori vezetőségével, akik egyszerűen nem értették meg, hogy miről beszél.
nem értették meg azt a gondolkodásmódot, de ami a legrosszabb, meg sem engedték, hogy magyarázza nekik, hogy miről is beszél tulajdonképpen. Tudjuk, hogy mi, akik közel álltuk hozzá, hogy olyan nyelvezetet használt, amit nem biztos, hogy mindenki egyformán megértett. Értelmiségiként és azt gondolom, hogy művészként nem tudta úgy megfogalmazni a gondolatait, hogy az a széles tömegekhez is úgy jusson el, ahogy azt ő gondolta. Ezért tenni akaró szakembereket csoportja azt gondolja, hogy összefésülik az ő tudását, és megpróbálják olyan formában megjeleníteni, hogy az mindenki számára úgymond fogyasztható legyen. Így nem vesznének el ezek a tanítások, amit ő tulajdonképpen mindenkinek szánt. Mindenkinek, aki a magyar labdarúgásban dolgozik, és lehet, hogy nem áll olyan szinten, hogy az ő magas gondolkodási szintjét megértse. Van egy-két olyan munkája, ami olyan szinten szakmailag száraz, hogy nem biztos, hogy mindenki megértené. De van körülbelül 4 vagy 5 olyan munkája, amit a széles közönség elé kellene tárni, pontosan azért, hogy az egyszerű szurkoló is megértse az, ami a pályán zajlik. Mondok egy profán példát, hogy mire gondolok. Az orvosi társadalom latin szakkifejezéseit senki sem érti, és amikor egy beteg fölött beszélgetnek, akkor nagyon hülyén érzi magát az ember, egyszerűen kirekesztetnek. Attila ezt szerette volna elkerülni, hogy a labdarúgásunk szakemberei ne egy olyan nyelvezetet használjanak, amit senki nem ért, hanem olyat, amit az egyszerű szurkoló is megért, és lehet, hogy vannak annak a szurkolónak értékes gondolatai, amit bele tudnának illeszteni ebbe a gondolatsorba. Ezért szeretett volna létrehozni egy közös tudásbázist, amihez hozzáférhet az egyszerű szurkoló, a média szakember, vagy a labdarúgás szakembere is. Nem akarom túl misztifikálni az egészet, de azt gondolom, a mai nap egy olyan embertől búcsúztunk el, akinek a tudása pótolhatatlan. A magyar sportot, illetve a magyar kultúrát olyan szintű veszteség érte, hogy azt sokan fel sem fogják. Ezért kérek mindenkit arra, hogyha majd megjelenik esetleg egy olyan könyv, ami közérthető nyelven megfogalmazza Attila gondolatait, akkor legalább vegye a fáradtságot és olvassa el, és akkor át fogja értékelni, úgy gondolom, mindazt, amit Attiláról eddig gondolt. Örvendetes, és számomra teljesen meglepő, hogy mennyien gondolkodnak úgy, mint Attila, az ő irányvonalát mennyien követik. Sajnos a temetésen nem annyian jelentek meg, ami az ő szakmai tudásához, rangjához méltó lett volna, de nagyon sokan jelezték online, hogy tisztában vannak azzal az értékkel, amit Attila képviselt, és át szeretett volna adni mindenkinek, akit ez érdekel. Néhány dolgot most el szeretnék mondani azzal kapcsolatban, hogy mi hogyan fogunk megemlékezni, és hogyan próbáljuk a jövőnek átadni Attila tudását, illetve emlékét állítunk neki. A Semleges Térfél és az Itthonról az alapítvány egy emléktáblát szeretne állítani Attilának a pékerdei csata helyszínén, ami az MTK pálya és a BKV előre pálya között volt, ami azt hiszem egy nagyszerű megemlékezés, egy emlékállítás lehet Attilának is, illetve a magyar labdarúgásnak, hogy megjelöljük a 0 kilométer követ, ahonnan ez a magyar labdarúgás elindult, itt vívták a legelső hivatalos labdarúgó mérkőzést. Tervezünk egy dokumentumfilmet, ami emléket állítana Attila munkásságának azokon az embereken keresztül, akik őt szerették, akik átvették a tanításait. Úgyhogy most jött el ez a pillanat, hogy azt kérjem, hogy azok, akik részt kívánnak venni, meg szeretnének nyilatkozni Attilával kapcsolatban, a tanításaival kapcsolatban, esetleg példákat tudnának hozni, hogy az ő szakmai munkájukat mennyire segítette az a tudás, amit Attilától átvett, hogy kérem ez alá, videó alá jelentkezzen, vagy írjon a semlegestérfél@gmail.com e-mail címen, és mindenkit szépen sorjában meg fogunk keresni, ahogy időnk engedi a munka mellett. Ennyi lett volna a beszámoló Attila utolsó útjával kapcsolatban, és kérek mindenkit még egyszer, hogy jelentkezzen, aki egyetért azzal az Attila által nagyon-nagyon sokszor használt idézettel, hogy a labdarúgás művészet, és aki nem így közelít hozzá, az alapvető tévedésben van. Sziasztok! Érdekel a véleményetek. Kommenteljetek. Mások véleményére kíváncsiak vagytok? Osszátok meg ezt a videót. Ami ha tetszett, akkor lájkoljátok. És ha esetleg még ezen túl anyagilag is szeretnétek minket támogatni, akkor a szuper köszönettel, vagy a leírásban található bankszámla számon direktben is tudtok bennünket támogatni. Köszönjük!